tisztújító kongresszust tartott a hétvégén, a Fidesz egyhangulag választották újra a párt élére Orbán Viktort elnöknek. Itt van velünk Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Továbbra sincs tehát Fidesz Orbán Viktor nélkül? Olyannyira nincsen, hogy én azt gondolnám, hogy a Fidesz kongresszus, ez a Fidesz kongresszus az Orbán rajongók gyülekezete volt. Láthattuk a képeken, hogy sokan akartak vele szelfiket készíteni, az ön által is említett körülmény is ezt támasztja alá, hogy egyhangulag szavazták meg a Fidesz elnökévé. Tehát érződött a hangulaton, hogy jelenleg a küldöttek annyira sikeresek tartják a Fideszt és Orbán Viktort, hogy hát valóban rajonganak érte, úgyhogy hát nem meglepő, én azt gondolom részemről a kijelentés. Ugyanakkor azért abból a szempontból is érdekes volt a kongresszus, hogy látható volt, hogy nem csak a migráns kérdésről szólt már, meg Sorosról. És én azt gondolom, ez azért is indokolt lehet, hiszen nekem éppen szombaton egy Fidesz szavazó mondta, hogy már ő személy szerint is unja a Soros kampány, sőt, ő fogalmazott egyenesen, hogy bár egyetért a Soros kampány üzenetével, de már túl soknak tartja, túl unalmasnak tartja. Tehát már ő is kifejezte az igényét arra, hogy hát valami újat is kell mondani. És én azt gondolom, hogy a Fidesz kongresszus valamelyest eleget tett ennek az igénynek, hiszen a kormányzat eredményeinek felsorolásáról is szólt a kongresszus. Novák Katalin beemelése a Fidesz elnökségébe, úgy mint alelnökként, ez egy jele annak, hogy a Soros kampánynak adott esetben vége lehet, és Novák Katalin szájába valószínűleg nem adják ezeket a mondatokat? Én nem gondolom, hogy vége lesz a Soros kampánynak, de azt igen, hogy jó néhány más elemekkel kiegészítik. Egyébként erre is volt azért már némi törekvés ebben az évben, csak hát nem bizonyult túlságosan látványosnak, mert a Soros kampány bőrgése minden mást elvitt, de valóban, tehát a kormány azért eddig is hivatkozott bizonyos eredményekre, mondjuk ezen eredmények hangoztatása szemmel láthatóan nem elsősorban az egészségügy vagy az oktatáspolitika helyzetére vonatkozott, hanem például a családtámogatásokra. És a családtámogatásban elért eredmények hangoztatása, amely eredményeket egyébként Vona Gábor is valahogy elismert a szombati Magyar Nemzet interjújában, éppen testhez állóak, illetve testhez álló Novák Katalin számára, aki családügyi államtitkárként már meglehetősen jól bedolgozta magát ebbe a témába. Ráadásul politikailag nem lett volna túl jó üzenete annak, hogyha a Fidesz elnökségében egyetlen egy nő sem foglalt volna helyet. Ugye pótolni kellett Perszé Gál Ildikót, aki az Európai Számvevőszéknek a tagja lett, és emiatt összeférhetetlen lett a tisztsége a párt elnökségi tagságával. Tehát Novák Katalin egyszerre volt szükséges pótlás, másfelől volt pedig hasznos pótlás a Fidesz számára, hiszen nőként, családanyaként, ő szerintem már eddig is jól tudta közvetíteni a Fidesz családpolitikáját, illetve családpolitikai eredményeit. Az alelnökök, akár Novák Katalint tekintve is hozzá tudnak tenni bármit, vagy alakítani tudnak a Fidesz politikáján, vagy ők csak egy fodor a szoknyán, és igazából Orbán Viktor fújja a passzát szelet? Hát ők kommunikációs szempontból tudják alakítani a Fidesz politikáját pontosabban. Hát például Novák Katalin szerintem a Fidesz politikájának a szimpatikusabb arcát tudja megjeleníteni, a kicsit lágyabb, nem annyira keményebb arcát, de hát természetesen egy szemennyi kétségem nincs afelől, hogy természetesen Orbán Viktor az egyértelmű meghatározó politikus, már csak az alapszabályban lévő helyzet és a tényleges politikai helyzet miatt is. Azt tudni kell, hogy a Fidesz elnökségének, illetve a Fidesz elnökének az alapszabály szerint, tehát a párt statutuma szerint meglehetősen kiemelt szerepe van. Például ugye a Fidesz választókerületi elnökeinek kinevezésében
vétójoggal rendelkezik a Fidesz elnöksége. Ugye a Fidesz választókerületi elnökeiből szoktak tipikusan lenni a Fidesz országgyűlési képviselő jelöltjei is az egyéni választókerületekben. És hát a Fidesz elnöke meghatározza a párt politikáját is. Egyébként olyannyira fontos a központ szerepe a Fidesz működésében, hogy például a kongresszusra nem is lehet más napirendi pontot tűzni, mint amit a választmány előzetesen javasol. Például, tehát itt spontaneitásnak kevés szerepe van a Fidesz kongresszusának az életében. Ez egy meglehetősen előre kimódolt, celebrált Fidesz kongresszus volt. Orbán Viktor azt mondta, hogy kell még 4 év, a mostani választás tétje nagyobb, mint az előző volt. Láthatunk mi, sejthetünk mi valamit abból, hogy ez a következő 4 év milyen lenne, hogyha Orbán Viktoron múlik, már pedig most a jelenleg el szerint csak rajta múlik? Én azt nem gondolom, hogy kizárólag Orbán Viktoron múlik, legalábbis annyiban, hogy persze ő a legmeghatározóbb szereplő, de azért Orbán Viktornak is figyelemmel kell lennie bizonyos érdekekre, hát például arra, hogy az oligarchákat táplálni kell, el kell látni anyagi forrásokkal, tehát bár tényleg sokan rajonganak a Fideszen belül Orbán Viktorért, de ahhoz, hogy a párt anyagi háttere is megmaradjon, ahhoz, hogy sokaknak álljon érdekében ezt a rendszert támogatni, ahhoz az is kellett, hogy anyagilag is érdekükben álljon ezt a rendszert támogatni. Tehát itt gondolok itt nem csak az egyes Fidesz közeli nagyvállalkozókra, hanem például azokra a kormány megbízottakra, akik a megyei járási kormányhivatal élén vannak. Gondolok azokra a kormány tisztségviselőkre, vagy politikai tanácsadókra, akik a Fidesz hatalomnak, értve ez alatt a helyi Fidesz hatalmat is köszönhetik a megbizatásokat. De persze, tehát alapvetően Orbán Viktor az egyértelmű meghatározó, és én azt gondolom, hogy folytatódhat az, amit eddig is láttunk az elmúlt 3,5 évben, sőt, akár az elmúlt 7,5 évben, családpolitikában továbbra is a felső és középosztálynak az egyértelmű támogatása. Tehát ugye nem véletlen, hogy a családi pótlékot nem emelte ez a kormány, ellenben behozta a végtörlesztést és a csokot. Ugye ez is elsősorban adót befizető, az államnak adót befizető családok támogatásáról van szó, szóval, amelyek produktív munkát végeznek. Valamint hát, ha már rákérdezett a lehetséges politika folytatására, és Orbán Viktor erre is utalt, hogy a média politika folytatására is számítanék én. Ugye itt Orbán Viktor felemlegette, hogy hát a médiában is, a média rendszerben is ugye magyar többségű tulajdon van. Itt én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a kormányzat, illetve a kormány oldal a média rendszere belül próbálja majd erősíteni a pozícióid. Például itt ebből a szempontból némi veszély leselkedhet a Hír TV-re, vagy akár a Láncid Rádióra. Gondolok arra, hogy például lehet nyomást gyakorolni a kábel szolgáltatókra, hogy hát vegyék ki az alapcsomagból, vagy úgy általában a csolagból, vagy mondjuk a Láncid Rádió licencének a meghosszabbítása körül is lehetnek problémák mondjuk a következő ciklusban. Tehát itt a kormányzati média rendszernek a további erősítéséitől sem volnék nagyon meglepve a következő ciklusban. És azt is mondta Orbán Viktor, hogy ellenzékváltó hangulat van. Itt az jutott eszembe, hogy ön hitelt adna azoknak a híreszteléseknek, amik felröppennek, hogy ezt a párt, ezt az ellenzéki pártot, azt az ellenzéki pártot, mikor melyiket valójában a Fidesz mozgatja, és hogy az egész arról szól, hogy a Fidesz irányítja az ellenzéket és építi le, ezért is van bajban az ellenzék. Igaz lehet ez? Hát nézze, erre vonatkozóan konkrét bizonyítékok eddig nem jöttek elő. Ezekkel a pletykákkal vagy értesülésekkel én is tisztában vagyok, nem csak a szerint, amit a sajtóból lehet hallani, hanem hozzám is jutottak ilyen városi legendák.
Megmondom őszintén, konkrét bizonyítékok hiány nem tudok ebben igazságot tenni. Természetesen a magyar történelemben már volt arra példa, hogy az adott hatalomnak sikerült beépülni az ellenzéki pártokba. Most anélkül, hogy párhuzamot tennék, de hát például a Rákosi rendszer kiépülése előtt Rákosi Mátyás elvtársak elég konkrét értesülései voltak a szociáldemokrata párton belüli folyamatokról. Ezt maga Böll Vilmos írja meg a Másodszor emigrációban című könyvében. Tehát én nem volnék nagyon meglepődve azon, hogyha a Fidesz hatalomnak, kormánynak meglehetősen konkrét értesülései lennének az ellenzéki pártok elnökségi ülésein zajló folyamatokról. Az minden esetre feltűnik, hogy például a pesti srácoknak meglehetősen részletesek tűnő információi voltak a Jobbik frakció üléséről, legalábbis hát úgy tűnt, mintha őnekik sikerült volna bejutni a Jobbik frakció ülésére. Tehát ez minden esetre elgondolkodtató, és ennek annyiban lehet jelentősége, hogy a következő hónapok választási kampányában számíthatunk arra, hogy nem csak az ellenzék fogja támadni a kormányt, akár személy szerint Orbán Viktort, hanem a Fidesz is próbál bizonyos ügyeket, további ügyeket előhozni az ellenzéki politikusokkal szemben. Lásd például a Szegléd ügy, amit annak ellenére hoz elő a kormány oldal, és annak ellenére nevezik már most korruptnak Ceglédi Csabát, hogy jogerős ítélet ebben a konkrét ügyben még egyáltalán nem született, sőt, még a bírósági tárgyalás sem kezdődött meg, de már most az ártatlanság vélelmét félretéve bűnösnek, korruptnak igyekszenek beállítani ezt a szombathelyi politikust.